legsikeresebb megnyomó főiskolája a BGF. És jól bizonyítja az is, hogy intézményünk a 2013-16 közötti időszakra elnyerte az alkalmazott tudományok főiskolája minősítést, azaz a nemzetközi viszonylatban használ, Universität Applied Sciences kategóriának megfelelő címet. E minősítés azt bizonyítja, hogy a BGF azon intézmények közé tartozik, amelyek hallgatóinak kiváló, gyakorlatorientált, a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodó, jól használható képzést nyújtanak, amelyek kutatási tevékenységet folytatnak az alkalmazott tudományok területén, valamint széleskörű nemzetközi együttműködést alakítanak ki más oktatási intézményekkel. Két dolognak összhangban kell lennie egymással, hiszen az intézmény működésének aktuális céljai az újonnan érkező diákok érdeklő szemelőtt tartásával kell megfogalmazni. Rektor asszony néhány mondatot már elmondott arról, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola milyen általános célokat követ. Én itt most a gazdálkodási kar célkitűzéseire koncentrálnék. Valami sajátos feladatai között több olyan is van, amely elsősorban az első éves hallgatók életét érinti. A közgazdasági alapképzési szakokon módosított tantervét életbe, amelynek elsődleges célja, hogy korszerű ismereteket még inkább gyakorlatot jelentett képzés nyújtson. Fontos szempont volt a módosítás során, hogy jobban igazolják